Szavaztok. Ali. És az van, hogy rendeltünk a Póló 1-től magunknak, magamnak, az Attilának és a Gabinak 3 pulóvert. Most ezt szeretném megmutatni, hogy ez hogy néz ki élőben. Mert mi is láttuk. Mindjárt ezt előveszem kis bicskámat. Aztán megpróbálom egy kézzel, a kamerát is fogva, megpróbálom kinyitni, úgy, hogy reméljük, nem vágjuk szét a pulóvert. Most addig, amíg így kibontom, addig azért elmondom, hogy az ilyen fűrészmániás ruházatokkal kapcsolatosan ezt olyanok szokták vásárolni egyébként, akik valamilyen módon szimpatizálnak velünk. Nocsak. Tehát én nem is úgy fogalmaznák, hogy ez egyértelmű, hogy az Attilái. Nézzük csak. Igen. Ez pedig Gabié. És akkor véletlenül ez pedig az enyém. És ez? Ez micsoda? Sapka lenne talán? Sapka. Na, erre nem is számítottam. Feltételezem, akkor ez valami ajándék lenne. Na hát, köszönjük szépen, Póló 1. Föl is veszük ezt a pulóvert, azt megnézzük, hogy hogy mutat. Na, valahogy így néz ki, megpróbálom bemutatni. Úgyhogy lássátok is, lássátok belőle valamit. Így néz ki ez a pulóver. Kényelmes egyébként. Kényelmes, és tényleg meleg polár pulóver. Ezeket úgy hívják. Egész tűrhető. Most megnézzük ezt a sapkát is akkor már, hogyha úgy van. Ugye most ez így néz ki, ide bele lehetne önteni forró levest, mert akkor húzzuk feszesebbre, és akkor ez ilyen, ez így lenne. Ennyi, ez a lényege. Na hát ez egy ilyen érdekesség. Így néz ki. Aki fázós, annak javasolt. Na. Szavaztuk.